Hello, hellóztok, újabb videóval jöttem én nektek, folytatni fogjuk azt a mentést, amit múltkorban elkezdtünk, de most bérmunkákkal fogjuk folytatni, és azt fogom csinálni, hogy gazdáknak fogok segíteni, hogy pénzből kevesebbet adják a földet nekem, meg pénzt csináljuk is belőle. Magam részéről. Ja. Nem tudok ráni. Akkor így. Vagy így. Indul a menet. Olyan gazdaságilag ki tudjam hozni, amit elterveztem azért is. Mert pluszban szeretném növelni a gazdasági földemet is. Hagyja azt, mert pluszban akarok állatokat is venni, ha úgy van, majd egyszer. Lehet, hogy nem lesz be tervelés, hogy legutolsó lenne az, hogy állatokat veszek. Most jelenleg burlát fogok alatni bérmunkával. Ebben a videóban ezt a bérmunka azt tette ki. Huszonegy százaléka megtett a kombánynak. Körülbelül az elsőnek a kicsivel több mint a felét alakult ki le. És biztos, hogy lehet, hogy valamennyit el fog elgetni belőle a gazdag, nem tudom. És akkor amennyit dolgoztuk, plusz valamennyi jutalmat is kapunk. Az a baj itt a 17-ben, hogy a multiban nem tudsz bérmunkát vállalni, csak karrierbe tudsz. Akkor jön a második tor, amit visszafelé fogok csinálni. Úgy gondoltam, hogy oda visszaállapba fogok járkálni. Most
Hát, hogy amikor visszaélek, akkor a földké oldalát legyűlölöm. Ő felegyült, nem tudom mennyit kapok, nem is néztem úgy, hogy mennyit annának érte ezért a munkáért, de biztos, hogy valamennyit annak értem. Ha nem jól ad, akkor itt hagyom a keleti éghajlaton őket. Olyan melegebbi kép alatt a döcsel mindenki, hogy melyik a szimpatikusabb neki. Megnézzük a bűnözést. Kicseréltem itt 7700 liter összejött már. Visszafele. Az képes, hogy elveszítettem, ahol elég jól állok anyagilag is. De nem a szóval multimillimos lettem, hanem a szóval középmezőnyben levő kívüli gazdasági játékos lettem. Én, uram, ne füstöljön annyira, mert elég büdös lesz a szám tőle. Köszönöm. Na, nézzük belőle, ja. Na, kicsit menjünk belső méretbe is.
Jó, meg... Ebben a nevezett harmadik sor, annak is lassan a vége. Lesz. És akkor letettem megnézni, hogy ennek a hölgyikének vagy úriembernek segítettem-e valamikor. Most tudja, hogy segített. De előtt nem tudom, hogy segítettem-e neki. Na, és a nála semmi úgy a bűnlődő a szélén. És menjünk fölfelé már. Hogy itt is hagyhogyjon. Jó. Na. Abszolút hirtelen. Az volt a fejemben, hogy olyan, mint a 19. kimutatja, hogy házszállékot csináltam meg a földből. Olyan bérmunkából. Na, lassan el egyik érnünk. Van is. Utána lehet, hogy visszajövök ebben a napszalon, még nem gondolkodtam most hirtelen. Na, menjünk vissza, menjünk. Jelenleg kb. 10 perc, 10 percet ment rá az idő, hogy menjünk kivehálni. Kb. Ennyit el kell a bérmunkából. Vagy tudom még. Majdnem 11-re vitelt alaptam rá.
még annyira körülbelül a fele vagy a háromnegyedbe közt vagyok él. Még kész van. Jelenleg következő részletem a következő föld lesz, ami a tervezés alapján van, vele együtt, hogy megcsináljuk bérmunkával. Jelenleg rá kell állnom a pótkocsiba levő anyagot is. Úgy eszembe jutott, amivel több pénzünk lenne. Menjen föl fel a menet. Ki tudja, hol áll meg. A rádió szélén. És felejtjük, mindjárt vége ennek a szónak is vége. Körülbelül már egy vagy másfél táv van, amit az aki le kéne alakítani, ha engedi a gazda nekünk, vagy ebből is már fel. Magyarám, minden a teljeset alakítok neki.
már gyorsulja, már. Viszont a visszafelé is megmutatja, fogja mi nekünk, valamelyik még. Ki tudja. Induljon kell, fölfele. És iránydarál. Jó, ilyen ekkora vágóasztalat. Ebből mi lett be? És utána átérjük. Ja, igen. Ha nem. Mert ha volna hiperhupással, akkor lehetséges, hogy jó lett volna így. Ja, a maradékot 11.105 eurót kaptam, idő a bónuszkétnek 2.855-öt kaptunk. Jött a következő föld. Na, mennyi gyorsasággal. Dolgozunk, erre az hájunk, itt akkor kell írjuk a munkát. Három perc akkor alá a feladat megcsinálása. Jó, kicsi, amit 33 perc volt.
A egyekül. Még a bűn. Meg fogom csinálni a dolgokat. Na, milyen készítés veszük a egyesre és szerintem ja. Itt is haladunk. Árpát alatunk. Jelenleg. Abból gondolkszunk még most. Jelenleg. És feledjük, és gyűjtjük a falmunkba. Feledjük. Minél több a lóvé legyen. Lehet, hogy amikor végére értem, akkor lehet, hogy kiegyenesítem azt a felét. Mert a nyelök a másik oldalon, akkor le, kicsit nagyobbnak tűnne a felegy. Most egyenlítünk rajta. Én tudom. Igen, most lesz jobb.
letakarítom ezt a Árpád innén. Utána megyek visszafele a többire. És felejtjük. Mennyien 8%-on megtelt a kombány. No. Akkor egy dolgba itt van. Ekkor a polba. Nem fogadtak én neked tévét se. Nem számít sem. Lehet, hogy a 27-es, vagy a 11-es kéne. Még meglátjuk, hogy melyik lesz. Hogy melyik legyen. Most szerintem mind a kettőt meg fogjuk csinálni. Kódival. Elegyűjt. Gyűjt a pénzügy. A zsebembe. Van a szembe levő is. Nem tudom, hogy hiszen bejöttem, nem jött be. Tehát, hogy azt is megcsináljuk már. Készen van. Ki tudja, mikor szállunk el magunktól már megint. Kicsit, majdnem 8300 literre szedek már.
Rájuk rá itt. Most utána úgy kanyarodok fel. A következő csikra. Gyűlt. Puha. Elfogyott a muníció ebből a kombányból. Már egyhez. Nagy gyerekek. Még több szeretem a percet. Én. Ja, nem, te. Úgy is tudjuk, hogy sütem én nadó vagy Panda Maxi. Úgy is tudjuk. Nagyon gyorsan lesz, köszönöm. Nulla. Na, milyen kész volna ez a szó is. Megvan. Miért válok a következőre is. Legalább kőszor van még vissza nekünk ebből a földből. Úgy a hajom három. És utána game over ennek a földnek. Azt mondják neki, Game Over. Neki ennek is. Van még vissza mindenki 98 perc. Amennyi idő alatt nem fogjuk megcsinálni a játékban a feladatot.
Na, visszamegyek. Levágva, mert igen, levágja a lárpát. Miről nem van legyen itt túl sok a gazdának sem. Haladjunk a munkával. Több mint a fele eltelt már, amit kiadtak időt. Igen, tényleg nem jönnek fele. Itten. Köszönöm, hálok minden gyorsabban végezni. Ez a folytel nyújt. Ejha, ilyen gyorsan 10.638 eurót kaptam, itt a dologért, és 3.537 volt a plusz idő. Akkor legyen az, hogy belátogatunk. És megnézzük, hogy mit kell csinálni itt el. Ó, alatni itt is, akkor csináljuk meg. A dolgokat. Annyival több pénzünk lesz. Akkor B. Jelen lesz, hogy a babot fogunk alakni.
Jelenleg ahhoz képest elég jól adja a szóját. Ugye mennyire lesz nőigényel az a forma. Körülbelül így tudom kiegyenesíteni. Közben meg is fogom csinálni ezt a részét, a bal oldalét is. Megszalakodnám velem. Majdnem 1800 tehát le alakul. És vele együtt. Mi a céglekedő a kislabal, de ott fölött maradtál. Miért levágom ott én is.
Nem megy a munkám, itt van. Főnök úr, megdolgozik a pénzéért. Nem mindent. Jézus. Vele együtt. Nem hátra, Szímen. Jelenleg lehet majd is ránézek. Jaj. Ja, fordul. Rosszabb időt futok, mint a nagyfőnél, én szerintem. Én úgy vettem észre. Mindjárt vége ennek a falnak is. Akkor menjünk el a felé. Vele együtt. Jó. Vele együtt, miért elkemmel a másikat is.
9 km per órával megyünk. Uha, a turbó van ebben, hogy kiszállok a kocsiból. Ja, kombáj elnézést. Nyugodok rá a földre, hát ha nem hagytuk el valamit, nem idáig, hogy nem egy ponton látta volna olyan ilyen elhagyásos köztéma lett volna. Nem tudom, dombnak. Nem szerette elváltunk tett a unnénk. Ja. Van a bizonyos dolog. És már gyorsulásilag gyorsulunk. Akkor én kellem. Egyre közelebb leszek a végéhez. A mindent is. Végül. Ah.
azt kell csinálnom, hogy mi feladatoknál, hogy alszok egyet. Ja, nem, a fölöttnek hallottál, nem kell aludni. Úgy szó hallott a főnök úr. Ja, aludni kell. Azt kéne csinálnom, hogy akkor elválasztom, hogy ez egyszer jobbra megyek, egyszer balra. Vagy nem is tudom, ami lenne jobb. Jaj. Mit az a... Jegyéppen? Ha... Azt nem tudom. Elfelejtettem a gép nevét. Elfelejtettem a gép nevét. Követlettek meg. És utolsó 12 perc majdnem. Utolsó 12 percben vagyunk. Gyerekek. Menjek előre, még ha nem látnák semmit. Minél gyorsabban.
Itt a professzortnál fogom idehívni, hogy a vagyonomból megint készedje, hogy valami lehet tényleg gyorsan, nem egy problémacska, és szerintem 20-10 percben járunk. Ennyi az utolsó sót meg csináljuk már, mi elmaradt. Ilyet a maga nagy felületű. Nem tudom, hogy hol álljak meg. Gyerekek. Annyira kevés az időm. Ja. Külön jutalom. Külön 208 euró. Indulból 1922, nagyon jó. Köszönjük szépen. Akkor meg közben megbeszéljük. Akkor látogassuk meg. Jó legyen. És szerintem inkább ezt most 11-re valamennyit fognánk kapni. Visszajutalom. Ja, nem így akartam elnézést. Kukoricát fogunk alatni. Itten. Jelenleg helyzetben. Utána lehet, hogy arra földre megyek, amelyiket gondoltam, már helyezve a szörülök.
Megpróbálom minél hamarabb megoldani a szisztémát. Vagyok-e? Hattam-e? Húha. Önök úr, ne lássam el. Hozzá a seprőt. Eldolgál. Mondjuk ezt a részét is. A dolognak. Elegyért nem tudjuk, hogy mennyi idő alatt végülünk itt. Na, ilyenkor azt mondják, hogy ne vállalja be egy nagy küldetet. Jehepehubál. Én olyan szintén szeretem a kihívást is. Szeretjük.
lesz az utolsó földem ebbe a videóba. Majd elválik, hogy lesz tovább. Elegyült. Azt tudja, hogy bér, fogok bérmunkálni. Majd. Most elegyült. Majdnem 7200 liter kukoricát leállattunk közben. Menjünk visszafele. Kanyarodja már rá normálisabban. És fel együtt. Na, megnézzük, hogy... Jó. Na. Jól elhoztam azt a pontot. Nézzük ezt a vonalat. Azt kéne, hogy ja, lehet, hogy kéne megközelíteni azt a dolgokat, azt a csikot majd. Mindjárt megoldjuk azt a... Jó. Mindjárt ordibálok, mint az oroszlánok a kukorica közti legelővel. És... Na, menj már arrébb. Itt a vízlovakkal levő olyan majmok. Vízlovakkal élő emberfajták. És csináljuk el meg ezt a földet is. De jó lenne a sok pél, de ebből nem lesz. Na,
Ennél már kezdődött a gyorsulási verseny. Adtuk 1 kilométerre fölfele. 9 helyettük volt. Azt már elértük. Miért ránéznek a térképre? Jó, nézhetjük azt a részt minden, amit tervezem, hogy el kéne vágnom. Akkor forduljunk balra. Azt hittem, hogy jobbra kell majd. Már kell visszakenni. Lehet, hogy bosszút veszek valakivel. De jó. Emelkedő lassulunk ki, és gyógyulás helyett. Amelyik kicseréltem, hogy 23 percen a feladat a feladatból. És szerintem rá fogok kanyarodni itt a 3 poltra. Levágom azt a ebbe ezt a kukoricát nem tudjuk leszorozni, mert mínusz 100 környékén van. Akkor na már. Mennyi? Mennyi? Azt csináltam már, hogy a kukoricát hagytát, hogy ne kellettem már. Ezt a részt eltemem, utána átterek a nagyobbikhoz. Elegyük. Valamilyen lett, hogy van. És nem tudom, beleférjek. Menjünk a nagy földekre, amitől látni.
kész már a produkt már. Gyorsulási szempontból. Kicsit beásadni le, de így is. Ó, megint hagyok el. Ezt a kombájnor meg kéne váltanunk már. Nagyon részeges már. Már megint. Ki tudja, mikor pihent már, vagy mikor nem. És alig tud már pofázni nekem. Jelenleg az, hogy pofa nincs, de dolgozzá. Éjjeltől a harmától nappali másik, mert a harmadik. Egyik jól megmondtam. Nagyon gyors. Azt hittem, hogy gyorsabb lesz ez a föld. Ennek a sornak is mindjárt vége lesz. Elkezdem inkább a kicsit megcsinálni, mert gyorsabban, lehet, hogy akkor gyorsabban végzett vele. Gyorsulásilag rosszak vagyunk. Akkor miért ebben a részen kész vagyok?
Elegyűjt. Na, ugye már. Melyik a nagyobb ikrésem? Egyszerűbb lesz itten, forogni, mint a kicsin. Utolsó 15 percben vagyunk már. Jó van. És van együtt. Megpróbálhatóleg a nyúlva vége felé jártálunk. Na, menj már gyorsabban. Valamint meg akarom ezt a földet is csinálni, meg ha olyan van, akkor lehet, hogy majd egyszer megveszünk. Na, menjünk lefelé. Meg lesz a napi adatásunk is. Vele együtt. És nem itt kivevel 500 litert adtuk le idején, hogy durván tudjuk a hámlejédét. Adtuk le. A földnek. És ki tudja még mennyi időbe telik most együtt. Az a föld ma ma körülbelül egy vagy másfél hosszú van még ezzel kívül, és be is fejlők ezt a részt is el együtt. Ha csak a föld gazda állam fújja, mondom én a dolgokat.
Már trükkövvel. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok be. Ha több tartalmat akartok látni a csatornán is, akkor iratkozzatok fel. További szép napot, hellóztok!